Sziasztok, Oszkár vagyok, és ez a System Shock 2 végigjátszásomnak a 8. része. Folytassuk az előző kalandokat. Na, szóval ugye vissza kell menni a laborba, hogy magunkhoz vegyünk egy kis kemikáliát, de mielőtt ezt megtenném, még egy kicsit itt körül szaglászok. Ajjaj. Igen, ezt a lézerpisztolyt én túltöltött formátumban fogom használni. Ugyanis úgy ér valamit. Máskülönben. Szart! Szart ér különben. Na ez mi? Hármas osztályú közepes páncél. Hát, tudjátok mit? Plusz 50 def. Ez meg plusz 30 def. Plusz 30 állandóan, az szerintem jobb, mint hogy állandóan ezt töltögessem. Annyi helyen meg most, hát éppenséggel van. Hely, jó, egy darabig akkor magammal viszem, aztán majd meglátjuk. Na. Minden régi címzett Zukov, ja, az órát nem húztam fel egy pillanat, türelmet kérnék tőletek. Na. Jó! Na szóval, Zukov, Vladimir Miri. Eddig nagyszerűen haladunk az új kiborg bérgyilkos megalkotásával. Remélem sosem folyulnak eddig a dolgok azzal a barom Diego-val, de jó érzés tudni, hogy közel sem vagyunk olyan védtelenek, mint azt az UNN rohamosztagosok hiszik. Az egyetlen működési hiba csak a módosított lézerkardokkal van, még mindig darabokat vágnak le saját magukból. Próbáljuk kijavítani a hibát, de tudom, hogy az a bürokrata figyel minket. Szomorú látni, amikor egy ember a saját apjának kísértete elől menekül. Érdekes, hogy mennyire gyűlöl mindent, amit a triop képvisel. Yes! Na, ennek a páncélnak azért most örülök. Hoppor, fent valamit láttam az előbb. Mindegy. Ajjaj. Biztonsági lezárás, belépés megtagadva. Rossz előérzetem van. Ez a lézer szart sem ér. Anyádat. Ez a pók. Forever. You do not hide forever. Mondta a hibrid, aztán meghalt. Na, ott mi van? Semmi. Jaj, automata javítóegység. Zongorázzunk valamit? Nem tudok zongorázni. Javítóegység, ez nem tudom, ezt felolvastam már. A Viridian 5-ös automata javítóegység egy meglehetősen komplex elven működő, beépített replikáló egységgel és belső szkennerrel rendelkező javítóegység, mely a népszerű V4-es utódja, a V4-es gyakori belső hibáit, szkennelési hiba, itt már kijavították. Az eszköz szkenneli a megjavítandó eszköz belső szerkezetét, megkeresi a hibás részeket, majd azt összehasonlítja az adatbázisában található eredeti tervrajzokkal, a tervek alapján eltávolítja a sérült részeket, majd azokat működőképes replikákkal helyettesíti. Noha a Veridian 5 sokkal megbízhatóban V4-esnél, magasabb ára miatt kevésbé népszerű. Csak egyszer lehet felhasználni. Hát, igen, ez egy nagyon ügyes kis szerkezet. Amúgy. De ugye elég ritka az, hogy valami eltört és meg kell javítani. Tehát annyira azért figyelek a cuccaimra, hogy ne törjenek el. De ezt a cuccot egyébként lehet használni mondjuk ilyen meghibásodott automatáknak a megjavítására is. Tehát arra mondjuk mindenképpen jó lesz. Hát nem tudom, belemerjek ebbe menni? Sebezni fog? Pff. Nem sebzett.
Na, mi van még itt? Hallom a lépteidet, köcsög. Nagyszerű. Ó. Oh. Na nézzük csak meg a pisztolyt. Volt benne lőszer. Oké, okay, menjünk tovább. Eléggé szóval ez a cucc. Nem baj. Ó, basszus kulcs. Na jó, akkor ezt kivágjuk. Ah, de jól meg lett oldva. Ahhoz képest, hogy 99-es a játék, nem? Igen, szóval az történt, hogy lemerült ez a izomnövelő implantátum. Lehet, hogy ebből kettőt fogok magamnál tartani. És ezért az erőszintünk is lejjebb ment. Na, akkor ezt javítsuk csak meg. Ezt nem lehet. Ezzel lehet, aha, hát akkor ezzel csak tárgyakat lehet. Na, nem baj. Feltöltjük a izomnövelő implantátumunkat. Az itt lesz fent. Igen. Na, 210, igen, hát a sebzését ezt megnöveltük 12-től. Nyom. Na. Jó van, én amondó vagyok, hogy akkor ezt a páncélt most... Mi a? Jó, akkor átrakjuk ide a cuccokat. Hát francia kulcsra igazság szerint olyan túl nagy igényünk már nem nagyon lesz. Ó, basszus, nem töltöttem fel. Mindegy. Még gyorsan elszaladok oda. Szóval a francia kulcsra már valószínűleg nem lesz szükségünk többet. De azért biztos, ami biztos, inkább magamnál tartom. Na, amíg lemerül ez a páncél, addig rajtam lesz, aztán utána dobom ki. Szóval tulajdonképpen most mit is kell csinálni? Nézzük meg. Szóval programozd újra mindhárom szimulációs egységet. Ja, igen, igen, mert hogy a tömeg ugye a halott társaimat akarja feléleszteni. És ezt során nem akarja engedni. Hát ez mondjuk a mi saját egészségi állapotunkra nézve sem egy előnyös dolog. Mármint, hogyha tele lesznek itt ilyen katonákkal, szuperkatonákkal a fedélzet. Szóval célszerű ezt megakadályozni. Nem megakadályozni nem lehet amúgy, tehát ez a történetben így van megírva. De jobb is ez így. Power admin. Power admin. Furcsa zene. Na. Haha. Eltaláltalak. Igen, itt már eléggé fülelnem kell amúgy. Mikor milyen ellenség típus jön. Mi ez? Egy játék, mert gettó malac. Na jó, hát ez nekünk nem kell. Ajjaj. Gyorsan történt váltok. Hát ezek már tudnak ugrálni is, úgy látszik. Igen. Aztán mi ez itt? Psi növelő injekció. Hmm.
Jó, oké, menjünk erre. Ajjaj. Na, ezt fel kell törni. Ebben látok hasznos cuccokat. Igen. Hát, alapvetően ez a eldobható karbantartós cucc. Ez amiből veszek most 4 darabot. De ami itt most veszélyes, az egy ilyen automata lövegtorony. Shit. Na szóval itt lesz egy ilyen lövegautomata valahol, és ezt nem szeretném beaktiválni. Attól félek, hogy el van rejtve, nem fogom észrevenni. Na mindegy, itt szóval valami olyasmi történt, hogy itt az egyik az bedurrant, eldurrant az agya. Valószínűleg azért, mert már mutálódni kezdett, és így szépen lemészárolt mindenkit. A töltény hüvelyeket lehet is látni, gondolom ez arra utal. Na nézzük meg, hogy mit ír a újság. Miért? Polito, Dr. Janice, Doki, nem tetszik ez nekem. Még mindig nem értem, miért kértél meg, hogy babráljak annak a katonának a memória visszaállításával. Miért nem akarod, hogy emlékezzen erre a cirkuszra? Hát nem önként jelentkezett a beültetésekért? Minden e-mail, amit kapok tőled, egyre furcsább. Mintha már nem is ugyanaz a személy lennél. Hát igen, mert akkor már Shodan volt. Akkor bizony már Shodan volt. Na, szóval a lényeg az, hogy ezt most én meg fogom hackelni, mert a túloldalon van a lövegtorony, közben eszembe jutott. És amíg ez aktív, addig szépen átmegyek és szétverem. Igen, ott van. Hát csak. Lehet még egy kamera is van. Persze most ez nem úgysem venne észre, de... Igen. Na. Hát, meg is, ezt is meg tudom hackelni. Anyád! Már azt hiszem, hogy rosszul elkeltem meg. Ajjaj, úgy látszik, hogy a ellenséges tárrend az erősebb volt, úgyhogy ezt is meg kell hackelni. Elvileg ez most azt jelenti számunkra, hogy ez a lövegtorony most védeni fog minket egy darabig. Lehet, hogy már végleg. Lézerpisztoly. Argon színű. Igen, nagyszerű. Ez a másik is ugyanez, ugye? Argon. Elég furcsa hangokat hallok közben. Én mindenféle nyögéseket. Megérkeztünk a konyhába. Ez az. Igen, ezt már kikutattuk. Tényleg hol tart a kutatás? Ja, igen. Majd még el kell menni a laborba. Mindegy, hát nem sietjük el a dolgokat. Csak szépen, kényelmesen, nyugodtan.
Nyom, nyom, nyom. Na, miért nem tudok oda bemenni? Jó. Ebben már nincs semmi. Ezt be tudom törni? Igen, jellemző barbár vadállat vagyok. Ahelyett, hogy az ajtón mennék, kibetöröm az ablakot. Zup, zup, zup. Egy hűtőkamra. Hát van valami pizza. Előre gyártott. Hey, what the fuck is this? Fúj, féreg. Új. Durr és puk. Nagyszerű. Páncéltörő. Páncéltörőből most már van azért egy kevés gojszlink, úgyhogy ennek nagyon tudok örülni, amúgy. Hulla átkutatása. Ezeket a tárolókat nem nagyon tudom kinyitni. Ja, viszket a kezem, meg akarom közben. Futunk egy kört. Igen, szóval ezek olyan ilyen moszkitók kiszabadulnak, elkezdenek üldözni, és akkor meg is támadnak, tehát elkezdenek csípkedni, azért, mert a élettartama ezeknek a moszkító rovaroknak annyira rövid, hogy gyakorlatilag egy ilyen 20, kb. 15-20 másodperc, vagy még annyi se, és aztán meghalnak, tehát életük során esznek, szaporodnak, meghalnak, de szaporodni mondjuk nem nagyon jut idejük, úgyhogy inkább csak meghalnak, esznek és meghalnak. De nem baj, van itt ilyen finom gyógyító cucc, be is nyomom. Hát igazi annelid típusú, de hát mindegy, az egészségemet rendbe rakja, úgyhogy játékon belül jó. Amúgy valóságban ez se zabálnám meg, egyértelmű. Na fussunk még egy kört, tesi óra van. Na pusztuljatok meg most már. Nagyszerű. Na kérlek, alásom. Jaj. Lesz itt még azért mit kikutatni ezen a hajón. Lesz itt még bőven mit csinálni. Na itt azt hiszem nem voltam még. Resist. Állj ellen. Ez annyira nem lényeges. Fú, hát csak akkor menjünk még vissza. Igen, most a térképet ezt hát meg követni kéne elég erőteljesen. Menjünk be a WC-be. Francia kulcs. Hát ugye nem vettük fel eddig, vagy már útközben eldobtuk. Power drained. Na jó, akkor ez mehet a rákba. Így. Legalább van egy kis szabad helyünk újra. Aztán lehet, hogy még az erőt azt növelnem kéne egyel, és akkor ez a erőimplantátumra gyakorlatilag nem lenne már úgy aktívan szükség. Ezen gondolkodok most. De nem, először majd a gépfegyvert kell most már használatba venni. Hopp, hopp, mi ez? Mennyi van még itt? Na jó, legyen akkor ebből kettő. Jó. Itt
fenn nincs semmi. Nincs. Körülbelül ilyen rejtélyes, titokzatos zene megy a háttérben. Na, nézzünk be a női WC-be is. Itt sem sokkal jobb a helyzet. Ó, még rosszabb. Megvárjuk, amíg azok eloszlanak. Na, eloszlottatok már? Na, ez az. Hál' Istennek. Fú, hogyha nem halnának meg maguktól, akkor még a legveszélyesebb ellenfelek közé lehetne sorolni. Mert hogy eltalálni ugye nem tudom. Hát esetleg valami kinetikus energiával. Esetleg valami az erő segítségével lehetne őket likvidálni. De hát annyira aprók, hogy még talán úgyse nagyon. A telekinézisszel egyáltalán nehéz lenne rájuk összpontosítani, hogy na most akkor melyiket akarod megfogni, vagy az összeset. Úgyhogy... ilyen Skyrim-es tűz akadással kéne, ilyen kézből kilövött tűzzel próbálnám meg. Csak hát olyan nincs a játékban. A Bioshockban lehet, hogy van. Nem is emlékszem már rá, hogy ott hogy volt ez megoldva. Na, ennyit a WC-kről. Én a mondó vagyok. És... ott már nincs semmi a végén. Ugye? Nincs semmi, ja. Jó. Na, akkor térkép alapján erre kell menni. Oda még nem. Ajjaj. Sugárzás veszély van. Ajaj. Igen, ez ilyen méreg volt, úgyhogy... jó, hogy ezt kikerültem. Anyád! Innen jönnöm. Közelben van a rohadék. Semmi használható nincs nálad, öcsém. Ice Code törő, na ez jó. Majd egy nehezebb ládát kell feltörni, akkor majd az jól fog jönni. Még mielőtt bezáródott az ajtó, jól kicsináltam. Hát öregem, el fog romlani a pisztoly, hát akkor teszek bele egyet. Amíg még nincs annyi kibermodulunk, hogy frissíteni tudjam a harci képességeinket. Még ezt itt valahogy el kéne zárni. Nem akarok sugárfertőzötté válni. Na. Szóval, szabotázs. Valami elfoglalja a hajót. A szímegységeket ismeretlen okokból átirányították. Tudom, hogy ez valami nagyobb eseményhez kapcsolódik, bármi is történt, mióta lementek a Tau Ceti 5-re. Az embereim úgy néznek rám, mintha megőrültem volna, de az én feladatom ennek a hajónak a biztonságát fenntartani. Rohadjon meg Anatoli, rohadjon meg Diego, és rohadjon meg az a mérgező, befolyásoló erő is, amely meggyalázta ezt a hajót. Nem fogom elhagyni a posztomat, amíg élek. Ez a beszéd. Csak az a baj, hogy már nem élsz. És hogyha már nem élsz, akkor az nem egy jó dolog. Legalábbis számodra. Nagyon jó állapotban van az a puskantyaj.
Na nézzük, fel tudom törni önerőből. Na ez már elég durva, de sikerült. Jó van. Ezt óvatosan megközelítjük ezt a hullát. Ezt betározzuk. Jó. Hú. Na. Páncéltörőre fel. Ha! Jó van. Jó van, köcsög. Hát, tudjátok mit? Használom a gránátot. Ó! Van itt minden. Ez valami fontosabb hulla, vagy mi ez? Hulla átkutatása? Nem. Egyáltalán nem lényeges. Igen, most a lőszerügyileg is jobban el vagyunk engedve. Na, egy újabb bejövő cucc. Egy elegáns fegyver. Mielőtt felvennéd a kristályszilánkot, a gyermekeim kreálmányát, és így a sajátomét is, vagyis egy elegáns, halálos, pontos fegyvert, tanuld meg a használatát. Talán ez a kulcs te közted és az ő romlottságuk között. Igen, hát ez egy fegyver, és az a vicc, hogy ugye ez ilyen egzotikus fegyver tudás kell hozzá, de a kikutatásához is egy, az sem egy nagyon egyszerű dolog. Hát én azt hiszem, hogy ezt hanyagolni fogjuk, mert jó lesz nekünk a francia kulcs. Ezt nem szórakozok most ezzel, hogy ezt kikutassam. Na viszont 23. És van a fegyverképzettségünket jó lenne növelni, csak az a baj, hogy ahhoz 36-os kell. Dur. Ugye, hogy mondom. Ez a biliárdákot, ezt felolvastam már? Vagy ez micsoda? Mindegy. Ha felolvastam, akkor azt léptessétek át. Ezt a finom kinézetű csiszolt fadákót ellátták egy alacsony energiájú stabilizációs mezővel. A csalás kifinomult formája. Na, úgy látszik, a jövőben is van csalás. Na, általános... ja igen, akkor egy szóval fejlesztettem, jó. Akkor 50-et kell összegyűjteni. Hát igen, az még kicsit odébb van. Az a cuccaj. Igen. Elég könnyű eltévedni egyébként ezen a hajón most így. Az ember folyamatosan beszél közben. Data Storage 4. Igen, mert ott van valami. Kötelesség mulasztás. Címzett VB biztonsági erők. Úgy érzem, maguk férfiak közel sem szentelik magukat annyira ennek a küldetésnek, mint ahogy kellene. Meg fogják tenni a kötelességüket. Azok az árulók a műveleti fedélzeten még mindig képtelenek bekapcsolni a szímegységet. Ha a helyzet 6 óráig nem változik, akkor erővel változtatjuk meg a helyzetet. Megváltoztattam a fegyverszekrény kódját 13433-ra. Ugorjon be 5 órakor, és bárki vagy bármi is álljon az útjába, ölje meg késlekedés és bűntudat nélkül. 13433-3. Ezt remélem, hogy a karakter feljegyezte. Aha. Jó. Okajcs. Jó. Na. Igen, szóval ide kéne most menni. Nem tudom, miért nyomom meg mindig a kontrollt. Menjünk ide? Ez mi? Resurrection Station. Na, csak még visszanézek egy pillanatra itt, mint hogyha... Igen, ezt... Itt még nem voltam. Vagy voltam? Nem voltam szerintem.
Ajjaj. Itt ilyen gránátokat fognak ledobálni. Nem is gránátokat, hanem ilyen robbanó cuccokat. Meddig fogják még ezeket dobálni itt? He. Úristen. Áú! Úgy látszik, hogy most már megelégelték a dolgokat, jó van. Na. Azt mondja, hogy kristály ajándék, címzett VB biztonsági erők. Két ajándékot adtak nekem. Hát nem csodálatos? Két kis szilánknyi kristályt. Nagyon-nagyon élesek, és mikor ütök vele, dalol nekem. Bronzon őrmesternek akarnak dalolni. Most oda megyek, és megosztom az ajándékomat vele. Nagyon törékenyek, de nagyon élesek. Nagyszerű. Nagyszerű. Megvan az egyik szimetség. Mi ez? Egyes verzió módosító program. Igen, ez már van. Mi ez? Ismeretlen objektum. Dual áramkörös LMP puska. Igen. Ezt már felolvastuk. Hogy mi az? Ez mi? Ismeretlen objektum. Ó, lesz itt mit kikutatni? He. Na, menjünk tovább. Ja. A sok beszédtől a torkom teljesen ki van száradva. Még a víz se segít túl sokat. Ja. Uh-huh. Igen. De most akkor visszajöttünk ide. Ja, ezt meg se nyomtam itt. Igen. Ismeretlen objektum. Nem kell ez. Jó lesz ez így. Na. Nézzük a cuccait. Szóval egyik az már megvan. Akkor most nézzük meg a másikat. System Ops. Áuáuáu! Nincs itt valami izé, amit fel tudok törni. Kell lennie itt valami cuccainak. Különösen nagy a csend. Na jó, addig olvassuk fel. Szimegység 3. Bronzon tudja, nem hagyjuk, hogy tönkre tegye, amit elértünk. Készítettem egy kis meglepetés neki. Bárki, aki megközelíti a hármas szimegységet, nagyon megbánja. Nagyon-nagyon megbánja. Hát gondolom a lézerágyú miatt. Hó, mi volt az ott? Hó, itt egy automata javítóegység. Amire egyébként valószínűleg semmi szükségünk nem lesz. De azt én magammal hozom. Kicsit.
Igen, most itt már körbejárom az egészet. Na, másszunk itt fel. Ah! Igen. Nyomva tartom az ugrás gombot, azzal lehet mászni is. Mi van itt? Csak nem moszkítók, csak nem moszkítók, nem moszkítók! Na, megpusztultatok már? Pusztikáljatok megfelel. Ez az. Ez mi? Stázis mezőgenerátor. Na, ezt mindjárt megnézzük, mi ez. Azt mondja, hogy... A stázis mezőgenerátor használatához 3-as szintű erőre és 3-as szintű nehéz fegyverek képzettségre van szükség. Az első módosítási szint megnöveli a lövés sebességét 50%-kal, míg a második lecsökkenti a lőszerfogyasztást. Ezt a kísérleti eszközt eredetileg arra fejlesztették ki, hogy a komoly műtét előtt álló betegeket hatékonyan elaltassák, és teljesen mozgásképtelenné tegyék. Mindazonáltal katonai felhasználásának lehetősége hamar nyilvánvalóvá vált a Trioptimum katonai vezetői előtt. A generátor képes néhány másodpercre bármilyen célpontot teljes mozdulatlanságra kárhoztatni, viszont a rendkívüli mennyiségű lőszerfogyasztás és a nagyobb távolságra csökkenő hatékonyság behatárolja a használhatóságát. Ezt a fegyvert még nem használtam végigjátszásaim során. Hát egyszer vittem végigjátékot, de szerintem nem is fogom. Majd kipróbáljátok ti. Na, mi ez? Azt mondja, hogy interpolált szimulációs chip. Így van. Na, de ami most sokkal fontosabb, hogy ezt a lövegtornyot valahogy kiiktassuk az útból. Igen, az sokkal fontosabb. És ott van, igen. Hát, én azt hiszem, hogy úgy fogom, hogy átrohanok. Átrohanok előtte, amíg még kikapcsolt állapotban van. És megoldjuk a dolgokat. Na, de várjál, most hol van? Akkor mászunk csak itt fel. Tudom, hogy valahogy meg lehet kerülni. Már sikerült is egyszer, csak nem elfelejtettem, hogy merre mentem. Nem hiszem, hogy itt. Na jó, mindegy, nem szarakodok, akkor kilövöm. Oh yeah! And you're dead! Tehát a lézerpisztolyt is használom már egy kicsit. Hopp! Au! Ha! Nem is olyan rossz. Most, hogy megnöveltük az erejét cuccnak. Na, nem sokára most már tudom használni a géppityút, már alig várom. Ez mi? Izomnövelő. Na, ez kell. Igaz, hogy kettőt nem lehet berakni. Jó, elég abból egy akkor. Na, először feltérképezzük ezt a helyet, nincs valami veszély. Nincs. Na, akkor nézzük át.
anyátokat. Holy shit. Igen, kellemes kis zene beindult. Egy kis elemet teszünk bele. Na, hol is tartottam? Na, már megint eljárt az időnk. Nézeket még szépen átkutatom. Na jó. Kommentek egyet. Szóval ez volt a 8. rész, gyerekek, a System Shock 2 végigjátszásomból. Hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok, osszátok meg Facebookon, Twitteren, nem sokára olyan a 9. rész. Még lehet, hogy most neki is kezdek. És akkor legyetek jók. Sziasztok!